Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! November 9-e és 11-e között Mária Besnyőn a Mater Salvatoris lelki gyakorlatos házban tartották meg a 24. családkongresszust, a keresztény család örömhír a világnak mottóval. A kongresszus vezető témája a keresztény nevelés volt, különös tekintettel az Amoris Laetitia című apostoli buzdításban mondottakra. Riportfilmünket tekinthetik meg. Nekem nagy öröm az, hogy egy pozitív látással térhetünk haza. Az, hogy vannak negatív tendenciák a családdal szemben, amelyek visszafordíthatóak. Egy kaotikus világban élünk, és van az egyházunknak egy tiszta emberképe, egy tiszta közösségképe, egy tiszta jövőképe, és ez a jövőbe tekintésünk, ez nem futóhomokra épül, hanem szilárd talajra. Mondhatnám azt, hogy Krisztusra, ő a szikla, szoktuk mondani, de mondhatom azt is, hogy az emberre épül. Az ember vágyaira épül, az ember szüntelenül kapaszkodik az igaz, jó meg a szép fele. És azt gondolom, hogy amiről szó volt, akár gyermeknevelés kapcsán, akár magáról a házasságról, az mind-mind olyan értékek, amelyek nem kérészéletűek. Nem ideológiák, hanem valóságon nyúló revelációk, egy egészen világos tanítás több annál. Egy a létnek a törvénye, amiről beszélünk, és ezért én nagyon derülátó vagyok, nagyon reménykedő vagyok, hisz ami az emberből fakad, ami a teremtésből fakad, azt nem sodorják el a viharok, az megáll. Ez az én alapvető örömömben a konferenciában. Szóval nem volt túltengő a siránkozás, nem is igen volt, hanem egyszerűen tényekről beszéltünk, és értékekről, amelyek elhordozzák az életünket. És úgy tűnt számomra, hogy az emberek meghallották ezt az egyértelműségét a keresztény házasságnak a valóságáról, a család valóságáról, az ember valóságáról. Szóval Benedek pápa szokta mondani, egyház nem tesz semmi mást ám, mint hirdeti az ember igazságát, a szeretet igazságát, Isten igazságát. És azt gondolom, ez a konferencián átjött. Ez én örömöm most éppen. Azt hiszem, egy teljesebb emberképet kaptunk a neveléssel kapcsolatosan Pécsi Rita docens asszonytól, aki arról szólt, hogy az ember mennyi komponensből tevődik össze, mennyi adottsága van. Van kognitív adottsága, van kapcsolatteremtő adottsága, van érzelmi adottsága, van veleszületett adottsága. És a lényeges az, hogy ne csak egy adottságát bontsuk ki az embernek ebben az összefüggésben is, hanem az egész emberre figyeljünk. Ez általában, de ezt a kereszténység mindig is tanította, hogy az ember test, lélek és szellem, és akkor lesz egész emberré, hogyha az egész emberre figyelünk. Ma hajlunk arra, hogy az embernek a kognitív, az intellektuális adottságait használjuk, vagy fizikai adottságait fejlesszük, és nem törődünk sok minden mással, például a lelki dimenziójával, ami nélkül az ember nem tud ember lenni. A családban kapjuk azt az első tükröt, hogy kivé válhatok. Tehát ki lehetek én. Tehát a család az, amelyik kinézheti belőlem azt, aki valóban én vagyok, aki a legjobban ismerhet engem. Ez egy nagyon-nagyon fontos, igen, hoztuk az Edisoni példát, nekem nagyon beszédes ez, mert valóban
manapság is nagyon sokszor ütközik az iskolának a tükre, a teljesítmény tükrök, és az, aki valóban egy ember. Ugye Edisont hazaküldték az iskolából, hogy képezhetetlen. Tehát egyszerűen semmi, nulla. Ne küldjék iskolába, mert ez nem semmit nem tudok vele csinálni. És meg is van a dokumentumnak, leírta, képezhetetlen. És Edison édesanyja azt mondta, hogy fiam, azt üzenik így, mintha fölolvasta volna. Azt üzenik az iskolából, hogy itthon tanuljunk inkább, mert ügyes vagy. Tehát ez egy anya, aki látta, ugye nem kell túlozni, nem azt kell, tehát nagyon sokszor van előttem ez a kép, hogy képzeljük el, hogy mi vagyunk azok a tükrök, hogy a kismacska belenéz, és egy oroszlánt lát. Tehát azt mondom, hogy a kismacskából kinézem az oroszlánt, a nagymacskát. Tehát nem a nagy tölgyet, meg a nagy elefántot, hanem a nagy macskát, ami ő benne van. Tehát ennek óriási lehetősége van például, vagy annak, hogy nem tudom én, megtanuljuk a kapcsolatteremtést, a kapcsolatok ápolását egymással. Tehát egyszerűen az, hogy odafigyelünk, hogy ránézzünk, hogy megkérdezzük, hogy végigvárjuk, hogy érdeklődünk, vagy az, hogy lehet tévedni, hogy lehetsz itthon önmagad, hogy amikor nem tudom én, hancurozunk és párna csatázol, hogy nyugodtan félredobhatod, nem érdekes, majd még egyszer. Újra kipróbálhatjuk. Tehát azt látjuk, hogy hát igazából arra szerettem volna rávilágítani az előadásban is, hogy az értelmi készségeink csak egy nagyon kicsi kis területe az egész emberségünknek, tehát ez a bizonyos IQ. Tehát ez egy nagyon kis terület, és ehhez képest az érzelmi intelligenciáknak az a hatalmas nagy területe, amelyik pontosan ezt az értelmet is irányítja és alkalmazza, és nem, ez nagyon nagy, de ennek ezt csak úgy lehet nevelni, hogyha nagyon sok tapasztalatot szerzünk, tehát ezt magyarázattal nem lehet. És ezért olyan nagyon nagy lehetőség a család, mert itt rengeteg tapasztalatot szerezhetünk. Például abból is, hogy tévedni az nem jellemhiba, nyugodtan tévedhetünk. Tehát azt mondom, leveri a kakaót az asztalról, akkor itt nem ez a jaj, megmondtam, hogy ne kaszaboljál meg, hogy lehetsz már ilyen ügyetlen. Nem erről van szó. Megmutatom neki, nézd, itt a ron, gyere, töröljük föl, gyere, együtt. Lehet jóvá tenni, nézzük meg, hogy mit lehet csinálni. Ha nagyobb már a gyerek, akkor már csak mutatom, hogy hol a ron, tudod. És egyszerűen, hogy itt nem kell rögtön, hogy hú, mert akkor letagadom, akkor ezt itt tanuljuk. Ezekben a kis momentumokban, de ezt sokszor át kell élni. Tehát nincs még egy olyan közeg, ahol ennyi élmény és tapasztalat átélhető lenne, és nagyon fontosnak látom újra és újra fölidézni magunkban, családokban is, talán olyan családokban is, akik úgy gondoljuk, hogy jól működünk, hogy ez nem automatikus. Tehát attól, hogy családban élünk, ettől ezek nem működnek. Tehát vigyázat, mert a beszélgetés az nem ugyanaz, mint az ügyintézés. Tehát, hogyha csak kiosztom, elküldöm, hazahozom, befizetem, kiszolgálom, ebből nem lesz tapasztalat. Tehát ebből nem lesz az a kölcsönös tapasztalat. Tehát nagyon sok olyan családot látok, akik gyakorlatilag együtt laknak, de nem működnek, mint család. Tehát ezeket az érzelmi intelligencia készségeket egyáltalán nem tudják átélni. Ugyanúgy nem tudják átélni, mintha nem élnének családban. Tehát társbéletben élünk, nagyon sokszor a gyerekek is. A család a nevelésnek az elsődleges felelőse. A szülő, és ezt a felelősséget a szülő az Istentől kapja. Ezt a felelősséget senkinek nem adhatja át, nem is képes egyébként senki átvenni, de ebben a felelősségben a szülők bevonnak szakembereket, rájuk bízzák gyermekeik nevelését, például a pedagógusok ilyenek, és a hitre nevelésnél pedig ugye a katekéták azok, vagy plébániai közösségek, akik ezt a segítséget megadják. De az is kétségtelen tény, hogy a hittanoktatás során sok olyan kérdés, sok olyan meglátás születik meg, akár a gyermekekben, akár a szülőkben, amelyek visszahatnak a szülőkre, és magukat, a szülőket is segítik abban, hogy ezt az Istentől kapott feladatot még jobban tudják ellátni. Amikor a szülő azt mondja, hogy megkéri a katekétát, hogy segítsen a gyermekének a hitre nevelésében, vagy a lelkipásztort kéri meg erre, akkor ő nem vonulhat ki ebből a folyamatból. Ő továbbra is részese ennek a folyamatnak,
Így tehát, amikor azt mondjuk, hogy a szülők bevonását kell elősegíteni a katekézisbe, akkor valójában ez nem egy elvi megfogalmazás, hanem sokkal inkább egy hiányos helyzetnek a leírása, hiszen a szülőnek benne kell lennie ebben a folyamatban. És hiszem azt, hogy amikor egy tanulási folyamatban vagyunk, egy fejlődési folyamatban vagyunk, az visszahat a szülőkre is, a szülők hitére, szülők egymással való kapcsolatára. Itt tehát a családi katekézis az egyszerre segíti a szülőket, hogy azzá legyenek, amivé a gyermekeik számára lenni kell, a gyermekek kérdései, gyermekek konkrét közvetlen kérdései, és természetesen a gyermekeknek segít, hogy a családban, mint elsődleges nevelőközegben ezekre a kérdéseikre mintát, modellt találjanak. Az osztozás, a megbocsátás, bocsánatkérés, a figyelem, a felelősség kérdésére. Az iskolai hittanoktatás, vagy a plébániai pedig ezt a tapasztalatot képes még gazdagítani. Ugye a család a szeretésnek a tanulása, talán azt gondolom, hogy az a legnagyobb feladata, a szeretés, kapcsolódás megtanulása, és ez ugye csak tapasztalattal megy. Na most a keresztény család az még az Isten szeretetnek is a megtanulása. De a kereszténysége is, tehát a hitre nevelés is csak a természetesre épül. Tehát a természetes, a szép nagy alaptörvény, a természetesre épül, a természet fölötti. Ha nem működik a természetes, akkor a természet fölötti sem működik. De ha működik a családban, például a szülőknek a hite, akkor, de először a természetes tapasztalatokat, szeretés tapasztalatokat átélve, akkor nyílik az ki, hogy aha, és ezen túl tudok lépni, ott van Isten, tehát amelyik még több, még erősebb, még nagyobb befogadó, még nagyobb irányító, még nagyobb jósága számomra, tehát még egy dimenziót megnyit. De ez is csak akkor, hogyha a természetes alapok élnek. Tehát sok ilyen kis apró példát próbáltam hozni, hogyha nem tudok érdeklődéssel, nem tudom megtanulni, hogy érdeklődök az öcsémnek a játékai iránt, vagy nem tudom én, édesanyám főztje iránt, vagy bármi más iránt, hogyha nem tanulom meg megfigyelni az Úristennek az útjait. Nem lesz érdekes számomra. Nem tudom megkérdezni, nem tudom végigvárni, hogy tényleg erre gondoltál, hogy menjek, vagy erre, vagy hogy ez az út itt zárva van, stb. Tehát ezek mind a természetes szeretésnek a továbbvezetései. És természetesen igen, van különbség keresztény család között, mert ezt a dimenziót hozzá tudja tenni. Tehát még inkább el tudja mélyíteni, és egy sokkal nagyobb távlatot tud nyitni. De és ez mindig egymást feltételezi, nem lehet elégszer mondani, hogy csak a természetes alapokon. Tehát amikor arra gondolunk, itt most nem került szóba, ugye, hogy ovis hittan, meg nem tudom milyen, bármilyen tan. Tehát az mind csak akkor jó, hogyha ezeket az élményeket és tapasztalatokat segíti átélni, és rengetegszer beleírja, tehát egy talajt művelni. Nincs talaj, nem lesz, ki a legjobb magot belevetheted, nem lesz belőle semmi. Tehát azt mondom visszakanyarodva ide, hogy az is, tehát nem attól lesz jó, hogy Jézuskás játékokat játszunk. Tehát egy keresztény család se attól lesz jó, hogy minden falon kín van a kereszt, és jaj, de jó, meg hogy minden vasárnap elmegyünk. Ha úgy tudunk elmenni minden vasárnap, hogy az látja, hogy hú, anyának meg apának ez nagyon fontos, és ők nagy örömmel készülődnek oda, és hú, de jó lesz, és néha én is elmegyek, ugyan nem értek semmit, persze, de nem is ez az érdekes, tehát egyáltalán nem az az érdekes, hanem az az érdekes, hogy azt a légkört érezem, hogy itt valami fontos dolog történik. Én még ugyan nem értem, hú, ez nekik nagyon, ilyesmi. De ugyanígy otthon is, hogyha azt nem itatja át, annak a tapasztalata a szülőkön keresztül, hogy nekik mit jelent ez a hit, és csak a formaságai vannak jelen, abból nem lesz hitélet. Tehát ebben nem, ez ugyanaz, ugye a megértésből, abból a kis 20%-ból nem lesz tapasztalat. És hogyha nem lesz tapasztalat, nem lesz belőle élet. Önmagában ez a lét, a családi lét, ez prófétai lét. Az jelenti azt is, hogy nem minden család él szentségi házasságban, vagy nem minden család az, amely egyházhoz kapcsolódóan éli az életét, de a család a maga életadó voltával önmagában reményként jelenik meg, és önmagában az Isten örömét sugározza.
Aztán szóltunk a hittan és az etika kapcsolatáról. Megértéssel kell fogadnunk azt, hogy van, aki nem hittanra iratja a gyerekét, de azért és nyitottnak kell lennünk ő feléjük is. Az etika is egy nagyon pozitív érték az iskolai oktatásban, is örülünk, hogy van, de azért törekednünk kell arra, hogy a hittan az nem csak tan legyen és tantárgy, hanem egy személyiség formáló erő. Ez megint nagyon-nagyon intenzív összefogásra van szükség. A hitoktató, az iskola és a szülőknek a világában sajnos ez nem mindig van meg. A szülők ugye túlterheltségre hivatkozva felejtik ezt el, mások másra hivatkozva. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a dolgok értékek helyükre kerüljenek. Váci Egyházmegyében 30 oktatási intézményünk van, közel 8000 diákkal. Találkozunk 750 pedagógus, akikkel hát most már a sokadik tanév, amit együtt töltünk, hát ebből én magam a negyedik éve szolgálom az Egyházmegyét, mint aki képviselem, mint iskola fenntartót, és az a tapasztalatom, hogy mindig a mustármag az, amiből születik a nagyfa, és hogy ezeket a mustármagokat elültetni kicsiben, és amikor ez sikerül, akkor azon jó gyümölcsök jelennek meg. Hát ez a nagy kérdés, hogy van-e bátorságom kicsiben kezdeni, Isten pedagógiájával közelíteni a dolgokhoz, aki az ő üdvösségét így közli az emberisége, hogy kiválaszt magának egy embert, Ábrahámot, egy családot, az ő családját. És azt mondja, megáldalak, és magad is áldás leszel. És én ebben hiszek, hogy Isten mindig talál ilyen Ábrahámokat, akik ezt az áldást elviszik. És én hiszem, hogy ott vannak a mi iskoláinkban is ezek az Ábrahámok, akik egy-egy pedagógus, egy-egy hitoktató, akik túl azon, hogy van egy szakmai kötelezettsége, mert hisz az iskola alapvetően arra küldetett, hogy átadjon az életnek alapinformációit, kompetenciákra készítsen fel bennünket, készségeket alakítson ki bennünk. Ugyanakkor ezt, mint egy keresztény emberek, mind-mind a Teremtő Isten kezéből fogadjuk, és hát ez a mi utunk, hogy ezeket a lehetőségeket teremtjük, és hát megpróbáljuk, hogy az iskolák ne csak egy, mondhatnánk, ugyanezt tegyék, mint az állami fenntartás alatt tették, hanem legyen egy plusz. Mégpedig az a plusz, amit az Úristentől kapunk, az evangéliumból kapunk. És ennek vannak eszközei. Így a Váci Egyházmegyében most az elmúlt években elkezdtük ezt a csodát, hogy organikus nevelés. És először az igazgatók, akiket megpróbáltunk ebbe, egy 60 órás képzésen vettek részt. A Pécsi Rita volt az egyik fő előadó, de ugyanakkor más előadók is voltak, akik egyáltalán magának ennek a jézusi pedagógiának a hogyanját. Aztán a következő évben a hitoktatókkal kezdtük meg ugyanezt a 60 órás képzést, az első tanítónénikkel, most egy 30 órás képzésnek vagyunk a végén, hogy képesek legyenek ilyen jelek lenni, az Isten jelei, az Isten szeretetének a közvetítői, jó pásztorok lenni, aki elindul, hogy megkeresse az elveszettet, hogy gyógyít, hogy szolgál, és hogy ez a én hitem, hogy mi így lehetünk a jó pásztor munkatársai, hogy magunk is szolgálunk, gyógyítunk, keressük, ami elveszett, és minden ember végtelen érték, és hogy felfedezni az Isten képét a gyermekekben, és ha ezt segítünk nekik a talentumaikat megtalálni, akkor ha értékes emberi növekednek közöttünk, akkor az Isten munkájába veszünk részt. A hit kegyelem,
A hitet az Úristen adja. De azt mondja Timóteus levélben Pál apostol, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszük, hogy az Isten kegyelme ott van és kopog az ajtónk előtt, és meg kell tanítanunk a gyerekeket, és nem megy a családok nélkül. Hogy kinyissák az ajtót? Mert a gyerek azt teszi, amit lát otthon. És amikor mi a gyerekek által szeretnénk megérkezni a családokhoz, akkor azt jelenti, hogy egy tiszteljük a családot, mint egységet, és hogy szeretnénk, mondjuk így valóban, hogy egy kis egyház legyenek. És nem kényszerből, hanem mondhatnánk szabad hívást jelent ez az Isten pedagógiája. A katolikus iskola ma egyszerre kell, hogy katolikus iskolaként működjön, de ugyanakkor missziós iskolaként is. Elhangzott egyrészt az a nehézség a kerekasztal beszélgetésem, hogy a szülők, a tehetős szülők, akik katolikus iskolába iratják a gyereküket, otthoni következetlensége, vagy nagyon sokszor az a félelem, amely magától a gyerektől van, nagyon sokszor az a majom szeretet, amivel a szülők igazi értékek helyett megvásárolják a gyerekeik szeretetét, milyen nehéz helyzeteket teremt az iskola falain belül. Én azt is hozzátettem, hogy azt nagyon lényegesnek tartom, amiről keveset beszélünk, hogy a személyközpontú iskola, az alternatív iskola, az autonómia, Barlai Bence tanár úr, a igazgató úr, a Szent Imre igazgatója nagyon sokat beszélt erről a beszélgetésen, hogy az a jó iskola, ahol autonómiát kapnak a tanárok. Én megemlítettem, hogy mi nagyon erős diák önkormányzatot hozunk létre, megpróbáljuk autonómiában, közösségben együtt nevelni a diákokat, de ez egy partneri viszony. Szóval, hogy ez a személyközpontú iskola, amiről beszélek, hogy ez nem az alternatív, inkább liberálisnak nevezett pedagógiáknak a sajátja. És hogy az nagy baj, hogy ezt kisajátította ez az úgynevezett alternatív pedagógia, mert ez alapvetően egy katolikus találmány. A 19. század második felében, amikor gombamódra szaporodtak azok a szerzetes rendek, mint a pialisták, vagy a ciszterek, vagy az iskolanővérek, vagy a szaléziak, akkor ezek a szerzetes rendek olyan hallatlanul, hihetetlenül modern pedagógiai módszerekkel, olyan autonómiával, olyan partneri viszonyban neveltek ezekben a katolikus iskolákban gyereket, amely nagyon erős talapzat és identitás kéne, hogy legyen nekünk. Ez nagyon lényegesnek tartom, hogy visszatérjünk a saját gyökereinkhez. És hogy ezeknek a gyökereknek a mentén büszkén vállaljuk azt, hogy mérhetetlenül sok fajta foglalkozás. Szent Imre említette, hogy 32 szakkörük van. Vagy én említettem, hogy mi például pontosan azt csináljuk, amit a sokat emlegetett finn pedagógia, hogy sokszor a két tanítónő egyszerre van benne az általános iskolákban, de még benne van egy fejlesztő pedagógus is, hogy van egy olyan önkéntes programunk, például egy patronanagyi programunk, ahol olyan fiatal, nyugdíjas hölgyek, akik egyedül vannak, mert a családjai külföldön vannak, bejönnek, és gyakorlatilag majdnem teljes állású pedagógiai asszisztensként működnek nehezen fejleszthető gyerekek mellett. Hogy ez mindez a pedagógiai hozzáadott érték, ez olyan sajátja a katolikus oktatásnak, amiről nem beszélünk, és amelyről azt gondoljuk, hogy csak más alternatív iskoláknak a sajátja, nem a miénk. Alapvetően elkötelezettek vagyunk a családért. 8 gyermekünk van, és én úgy gondolom, hogy a nagycsaládosok zöme családtémában elkötelezett. Én, mint pedagógus is elkötelezett vagyok. Erkölcsant is oktatok, és annak a keretében én a családéletre nevelés részét igen erőteljesen hangsúlyozom, megerősítettem.
úgy kerültem bele ebbe az egészbe, amikor visszamentem a 8 gyerek után, akkor egy néhány hónap után bementem az igazgatóhoz, és mondtam, hogy én szeretnék családéletre nevelést tanítani. Közben a Sapiencián végeztem ilyen képzést. És akkor mondták, hogy rendben, csináljam meg, dolgozzam ki a tematikáját, és akkor fakultatív tantárként taníthatom. Úgyhogy azzal kezdtem, hogy amikor a gyerekektől visszamentem, akkor rögtön beleugrottam mély vízbe, és családéletre nevelést kezdtem el tanítani az iskolánkban. És amikor bejött az erkölcstan, akkor mondták, hogy hát ez nekem való akkor, és akkor csináljam, és akkor így keveredtem be, és azóta is én nagyon-nagyon fontosnak tartom, mert azt látom, hogy a gyerekeknek a családi háttere nagyon vegyes, és hogy nagyon kevés család tölti be azt az ideális funkciót, amit mi úgy gondolunk, hogy a családnak be kéne tölteni. Be kell vallani, hogy mi se voltunk tökéletesek, és időnként ámulva nézem, hogy milyen jól sikerültek lettek a gyerekeink, pedig ma már tudom, hogy milyen sok hibát elkövettünk. De azt gondolom, meg gondoljuk, hogy jó lenne minél több családot megsegíteni abban, hogy nagy fájdalmak, nagy bakik nélkül szeretetben jól tudjanak élni. És ez a családkongresszus, ez mindig ad valami pluszt ehhez átgondolni. Azt hiszem, hogy azok, akik nagy családot vállalnak, annak van egy személyiségfüggő része, egyszerűen egyfajta belső terhelhetőség, belső erő. Nem tudom, hogy kinek mennyire feltűnő, de számomra igen, hogy a plébániák zömét nagycsaládosok húzzák. Tehát, hogy a nagy, igazi közösség alakító erő és a komoly terhelhetőség, az a nagycsaládosokban valahogy bent van. Tehát azért alakult úgy az életük, hogy mertek vállalni gyermeket, mert egyfajta belső erővel rendelkeznek, és nyilván ennek a belső erőnek a nagyobbik része az a hitünkből és az Isten kapcsolatunkból fakad. A legmélyebb erő az emberben áll, hogy ezt így végig csinálja, és hogy mellette maradjon energia, szeretet, hit abban, hogy ebből sokat még tovább lehet adni. Tehát, hogy mellette marad még energia. Én mindig nevetek azon, hogy azok, akik engem ismernek, mindig mondják, hogy hát ennyi gyereked van, és te mosolyogsz. És akkor mindig úgy szoktam kérdezni, hogy az emberekben olyan furcsán van, hogy sírnom kéne? Vagy ebben a helyzetben az embernek sírnia kell, hogy ennyi gyereke van? Vagy idegbetegnek kéne lennem és rángatóznom? Tehát miért meglepő a mai világnak, hogyha valakinek van 8 gyereke, akkor mosolyog meg, hogy csinálja a dolgokat. Hogy talán az segít nekünk, hogy maga a létünk is felkiáltó jel, tehát a mai világban. Nem kell túl sokat beszélni ahhoz, és ezt a iskolában is tapasztalom. Tehát, hogy a szülőknek az is nem csak azt tekintély, hogy tanár vagyok, hanem hogy ott van mögöttem az, hogy felneveltem a gyerekeket. És azért, hogyha tanácsot adok, akkor emögött mindig ott áll ez is, és ezért szívesen fogadják és meghallgatják. Amit én nagyon fontosnak tartok most a lelkőstramban, amikor a gyerekekkel foglalkozom, hogy azt megértetni velük, hogy az elköteleződés, akár a kapcsolatokban, akár elvi dolgokban, tehát egyfajta döntések meghozatala, az nélkülözhetetlen az olyan élethez, ami kiteljesedik és boldog lesz. Hogy döntések nélkül csak sodródva nem lehet elérni a boldogságot. Tehát, meg odaadottság nélkül nem lehet. Hogy ennek van értelme, hogy kimondjanak és megfogalmazzanak a maguk számára is irányokat és a kapcsolatoknak a súlyát és az erejét. Mert
Mert ők maguk is tapasztalják, hogy ez a sodródó világ, ami úgy viszi őket, és naponta a felszínen maradnak, az mennyire bizonytalan és sérülté teszi őket. Én nagy családban nevelkedtem, hatan voltunk testvérek, és a szüleim csodálatosak voltak. Annak a bűvkörében éltünk, hogy ők igaz szerelemmel szerették egymást apám haláláig egyfolytában, és ezért mi hát nagyon csodálatosan éltük meg a szeretetet. Egymást is nagyon szerettük, ünnepelni is szerettünk, és nekem egészen természetes volt, hogy a bátyámék baráti köre és a nővéremék barátnői köre nagyon szeret hozzánk jönni. Volt egy kórusunk, ami minden szombaton délután énekelt nálunk, egy kamarakórus a fiúk, lányok baráti köréből, és volt úgy, hogy reggel 5-ig beszélgettek apámékkal, mert annyira élvezték azt a légkört, amit ők tudtak árasztani. Akkor én azt gondoltam, hogy ez tulajdonképpen normális, hát két kedves ember, szeretnek vele lenni a fiatalok. Aztán később jöttem rá, hogy ez azért annyira nem magától értetődő. Tehát én azt hiszem, hogy az ő életük, és így az egész család élete valóban sokak számára volt örömhír, akik vagy egykék voltak, és azért nem volt ilyen jó nagy családos közösségük, vagy már szét, hát váltak a szülők, és azért ilyen csonka családban nőttek, és nem élték meg ezt a derűs szeretetet, ami nálunk volt. Tehát magába véve az életünk, azt hiszem, valóban sok örömhírt sugárzott. Ma is azt látom, hogy a család akkor tud örömhír lenni a világ számára, ha elsősorban örömön maga számára. És azért a legjobb recept mégiscsak a szülőknek egymás iránti szerelme, mert abból fakad minden békesség és derű és jóság. Tehát ha ők nagyon szeretik egymást, akkor a gyerekek nagyon jól érzik magukat abban a családban, ahol ez történik. Nagyon szépek voltak ezek az előadások, amiket itt hallottunk, és sok szempontból tudatosítottak sok olyan dolgot, amit érdemes megszívlelni, és érdemes továbbadni. Én magam egy felnőtt hittancsoportot tanítok. Régebben a budafoki plébánián tanítottam hittan 11 éven keresztül, és volt olyan korszak néhány év, amikor minden csoportot én tanítottam, a kicsiktől kezdve az egyetemistákig, és nagyon jó volt megéreznem, hogy valójában minden olyan értéket, ami nekem természetes volt, és amit aztán hát persze tanultam a Vart Kollégiumban és a Szapiencián, és rendezetté vált, azt olyan örömmel fogadták be, tehát ők akármilyen családból érkeztek, számukra nagyon-nagyon megerősítő és boldog volt az a dolog, amit tanultak. Van egy különösen, hát tulajdonképpen fájdalmas, de szép élményem. Hát sok mindent mondtam persze a gyerekeknek, és többek között azt is, hogy ha valamire nem tudják a válasz Jézus Krisztus. És a Szent Imre gimnáziumban tanítottam, amikor meghalt ott az egyik növendék, és nem is emlékeztem vissza rá, nem az én osztályomba járt ez a lány, csak tanítottam, de hát egy héten egyszer, és nem derült valahogy ki, hogy ő abból a családból van, ahol a két kicsit tanítottam hittanra, és a gyászmiséjére mentünk a budafoki templomba, és egyszer csak ott látom a templom előtt a két kisebb testvérét, már évek óta nem találkoztunk velük, és akkor jöttem rá, hogy hát ez ugyanaz a család. Mondtam a kollégáknak, hogy hát várjatok, oda megyek a két gyerekhez, mert ezek nekem gyerekeim, még akkor is régóta találkoztunk. És akkor hát oda mentem, megölelgettem őket, és annyira megindító volt, hogy rám néznek, hogy tudjuk, Mária néni, a válasz Jézus Krisztus. Tehát, hogy jönnek ki a nővérük gyászmiséjéről, és hogy ezt ennyire tudták 10 évvel azután, hogy hittanra tanítottam őket. Ezek nagyon szép dolgok, amikor egy-egy ilyen alapvető gondolat vagy válasz beül a gyerekek szívébe. És nekem azért nagyon jó az, amiket itt tanulok a családkongresszuson, vagy a adventi lelki gyakorlaton, vagy akármilyen többi lelki napon, vagy akármilyen ilyen Isten nevében szervezett találkozón, mert tele szívom a szívemet ezzel a tanítással. Persze olvasok is hozzám, meg hát minden nap elmegyek a Szentmisére, hogy igazán a találkozások találkozásában részesüljek. Budapesten is volt missziós napok jó pár évvel ezelőtt, és
mindnyájan féltünk tőle, hogy hogy fogjuk megszólítani az utca emberét, és kiderült, hogy az utca embere sokkal szívesebben veszi, ha megszólítják, mint ha nem. Úgyhogy mindenkivel szóba lehetett állni, és meghívni a templomba, nem tudom. Na most ebben a missziós találkozóban néhány bíboros úr is itt volt, tehát azoknak az országoknak a bíborosait meghívták, akiknél már volt ilyen városmisszió, és akkor itt volt a Danels bíboros, ő a belgáknak a bíborosa, és megkérdezték tőle egy fórumon, hogy hát mondja már meg, hogy ő mit gondol a misszióról, és akkor hát kimondta a száján ezt a gyönyörű mondatot, amit tehát mindnyájan tapasztalunk, hogy a misszió az a szív túlcsordulása. Tehát igazából embertől emberig úgy érek el, hogy ha tele van a szívem valamivel, sőt túlcsordul. Tehát, hogyha túlcsordul a szívemen az Isten szeretete, akkor elérem a másik embert. Ha nem csordul túl rajta, akkor beszélhetek ám akármennyit, mert akkor nem éri el. És ugyanígy van minden közösség is, hogy hogyha túlcsordul az Isten szeretete egy közösségben, akkor eléri a többieket és vonzóvá válik. Ha nem, akkor nem. És hát a család is így tud örömhír lenni a világban, hogyha túlcsordul a világ számára, a családban megélt és gyakorolt szeretet, akkor mindenki számára vonzó lesz. Tetszettek az előadások, amik meg a csoportbeszélgetések, a fórumok, amik tavaly is voltak, ez a család téma. Hát egyrészt, mint családosok, nagyon közel áll hozzánk, meg úgy érezzük, hogy azért ez így a 21. században, itt így ebben a világban ez nagyon fontos téma, hogy a katolikus családok, vagy egyáltalán a családok ról igenis legyen szó, és az őket érintő témákról. Meg itt megerősítést is kapunk, meg lelki támaszt is, és egyfajta forrásnak tekintjük, most már tavaly óta ezt a konferenciát, hogy és azért is tartottuk fontosnak, hogy újra eljöjjük, és aztán már tavaly ígéretet is tettünk, hogy amikor tudunk, minden évben akkor majd jövünk, hogy így is csatlakozva ez a szép kezdeményezéshez. Én azt tartom nagyon jónak most idén, hogy ez az új elgondolások, az új utak keresése itt a katolikus egyházon belül, hogy a családokat meg kéne szólítani, meg hogy most alakul az egyház Ferenc pápa vezetésével is, hogy ne csak egy ilyen tömegegyház legyünk, vagy egy ilyen statisztikai egyház, ami többször ugye elhangzott, hanem egy befogadó, másokat megszólítani tudó, és másokhoz lehajolni tudó emberekből álljunk, és ugyanígy a papság is, a világi hívek is, hogy minél jobban tudjunk a világhoz, a nem hívőkhoz is szólni. És ugye ebből nagyon sok megerősítést kaptunk most, hogy ezt hogy kéne csinálni, nagyon jó példákat. Tehát mi is minél többet járunk ilyen rendezvényekre, minél többet töltekezünk a forrásból, mi is, tehát egyre, tehát ez a forrásból való töltekezés boldogít minket, és ez a boldogság így, ami házastársi boldogság, így kivetül a gyermekeinkre is, és ezzel is próbálunk neki példát mutatni, és hát a mi példánk, ha látják, hogy mi boldogak vagyunk, mint férj és feleség, mint anya, apa, tehát ez őket is valószínűleg boldoggá teszi, és ezt a mi példánkat szeretnék majd aztán követni felnőttként, vagy egy hasonló férfit is választani, vagy egy hasonló családot majd alapítani. Igen, ez mindenképpen fontos, hogy tehát ez nagyon sokszor elhangzik gyereknevelés terén is, hogy ugye nem a szóval nevelünk, hanem a tetteinkkel, és hogy tényleg szerintem most rakjuk le akár a párkapcsolataik alapját is, hogy ugye ők mit látnak, hogy mi akár a konfliktusainkat hogy rendezzük, hogy éljük meg a családi ünnepeket, hogy teremtünk nekik egy családi fészket, tehát tényleg ezeket szerintem nagyon fontos minták nekik.
és azért is, tényleg azért is fontos ilyenekre eljárni, ilyen konferenciákra is, ahol így, persze sokszor teljesen evidens dolgokról van szó, de hát így nyilvánvalóan a napi élet ritmusában ez nem biztos, hogy mindig előjön, hogy tényleg az anyaságomat akár Máriával összevetni, vagy tényleg az Istenhez való kapcsolatomat a szülői kapcsolattal összevetni, tehát hogy ezek tényleg ezért fontosak, hogy ilyenkor utána még szinte hetekig erről szoktunk beszélgetni, hogy tényleg itt ezt hallottuk, hogy emlékszel erre, úgyhogy nagyon jók szoktak lenni ezek a töltekezések. Én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a keresztény örömöt meg tudjuk élni így családi közösségen belül, és ezt sugározzuk annak a közösségnek, ahol szolgálatot teljesítünk. A keresztény örömhír az mindannyiunk életének egy nagyon fontos üzenete, és úgy gondolom, hogy akkor válunk hitelessé, hogyha mi is ezt az örömöt meg tudjuk élni. Nyilván nekünk is vannak próbatételeink, a mi életünkben is vannak kihívások, de ezt mindig derűsen kell fogadni, hiszen az élet velejárója, hogy vannak olyan problémák, amiket meg kell oldani, de hogyha mindig a Krisztusi örömöt tudjuk a szívünkbe hordozni, akkor a legnagyobb nehézségeken is át lehet lendülni, és ezzel példát is tudunk adni az embereknek, akiknek szintén vannak problémáik, és sokszor nehéz az életük, és sokszor elveszítik a reményt, a hitet, hogy igenis örömmel le lehet győzni még a legnagyobb kereszteket is, ahogy Krisztus is tette. Hiszen ő a keresztény öröm megtestesítője, aki megmutatta, hogy az Isten szeretete hogy jött el a világba, és azt is megmutatta, hogy igen, kereszthordozás által lett az egész világ öröme, de ez a kereszt örömmé vált húsvétkor, a föltámadáskor, hiszen ő legyőzte a halált, és mindannyiunknak elhozta a föltámadást és az örök életet, és ez az igazi keresztény örömhír, hogy van egy Krisztusunk, aki örök életet ajándékozott, aki megnyitotta számunkra a mennyország ajtaját, és mint keresztény család ezt kell a közösségünkbe is képviselni, hogy igenis van értelme sokszor a kereszthordozásnak, és hogyha az emberek is úgy tudnak élni, és úgy tudják az örömhírt hordozni, hogy Krisztus tette, akkor ő az, aki üdvözít minket, és megadja a legnagyobb örömöt, ami majd nyilván mindannyiunk számára életünk végén az üdvösségünk lesz. Ennek a családkongresszusnak, ami most már 24-szer volt megrendezve, számunkra mindig nagy jelentősége van, mert úgy érezzük, hogy Bíró László püspök úr teljesen rajta tartja a kezét az egyház és az Magyarország családokra jellemző dolgain, mondhatjuk úgy, hogy az ütőerén. És mindig értesülünk minden aktuális dologról, ami az egyházban történik, ami a pápa szívében van, és ami a családokat érinti. Igen, és ami Magyarországon a politikai életet is érinti. És még nekem egy nagyon nagy jelentésig volt az a beszéd, amit Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Család Egyesület elnöke mondott, arról, hogy a Szent Atya elindítja az Amoris lelkipásztori programot, ami a családokat fogja segíteni, és tulajdonképpen feldolgozza az Amoris Laetitia, a szinódus után született családoknak szóló írást, ami nagyon-nagyon sok segítséget fog adni. Azt gondolom, hogy nem csak a katolikus, hanem az összes keresztény családnak és a világ családjainak. Szó volt a etika és a hittanoktatásokról, azoknak a helyzetéről. Engem egy egész kis dolog fogott meg legjobban, az, hogy nem az számít, hogy milyen tényszerű tudást ad át egy hittanár vagy egy etikatanár, hanem az, hogy milyen módon tudja szeretni azokat a gyerekeket, akikkel kapcsolatba kerül, és az első 5 perces benyomás is nagyon sokat számít, hogy az a gyerek, aki nem találkozott még ezekkel a dolgokkal, hogyan érti aztán meg. Családkongresszusra 16 éve járunk, minden évben meghatározó számunkra. Egyrészt az elhangzott előadások, de legalább ennyire fontos ez a légkör, ami itt jelen van. Azt gondolom, hogy nek a kegyhelynek egy kisugárzása van, ahonnan mindig feltöltődve
térünk haza. Számomra nagyon sokat jelent az, hogy a Bíró Püspök atyának az útmutatásai, illetve a családreferensekkel való beszélgetések, amikor az országban megélt tapasztalatokat megosztjuk egymással, átadják, hogy mi az, ami meg tudták szólítani a családokat, milyen örömök, milyen sikerek érték őket az elmúlt 10 hónap során, és hasonlóan mi is elmondhatjuk, hogy a családpasztorációban milyen munkát végeztünk. Számunkra ezek a megosztások ezek mindig adnak új lendületet, lelkesedést, hogy végezzük tovább a küldetésünket, a családoknak a támogatását. Ma délelőtt a mi püspökatyánk, Udvardi György püspökatya is beszélt arról, hogy az iskolai hitoktatás elindulása kapcsán a hitoktató, a katekéta gyakran abban a helyzetben találja magát, hogy olyan gyerekkel vagy szülővel találkozik, akinek ez az első evangelizáció. Aki nem katolikus családban él, vagy felnőttként nem vallásgyakorló, de mégis a hittanra beiratja a gyermekét, és ezekkel a gyerekekkel vagy szülőkkel az első találkozás lehet, hogy csak 5 perc, de az alkalom erre a fajta apostolkodásra vagy evangelizációra is. Elgondolkodtat ez bennünket, hogy hány 5 perces találkozás van egy napunkban, és hogy azokban az 5 percekben mi meg tudjuk élni azt, hogy Krisztus jelenlétében, Krisztus jelenlétét közvetítve járunk, beszélünk, vagyunk most jelen. Az egyik hozzászóló elmondott egy történetet, ami engem meg is érintett ezzel az 5 perccel kapcsolatban, hogy egyszer régebben a piaristák kirándulni vittek gyerekeket, és amikor este minden gyerek elaludt már, akkor Jelenics tanár úr végigjárt az ágyakat, és minden gyereket betakargatott. Volt olyan gyerek, aki nem aludt, aki csendben figyelte ezt a történést, és később azt mondta, hogy ő akkor tért meg, amikor a tanár úr ezt a szeretetteljes 5 percet odaajándékozta minden gyereknek. Már éves nyílt számunkra azt is jelenti, hogy 2013-ban találkoztunk itt Bőjte Csabával, és Csaba testvér mesélt arról, hogy milyen is számára az az élet, amit ő él, a gyerekeknek a befogadása és felnevelése, és itt érlelődött meg bennünk az, hogy elindulunk az örökbefogadás útján. Neki volt egy kulcsmondata számunkra, hogy minden gyermek érdemel egy esélyt. És amikor innen hazamentünk, akkor utána elindítottuk az örökbefogadást. És azt éljük általuk is, hogy Isten megajándékozott bennünket 3 csodával. És különösen, amikor az Anna lányunk érkezett, akkor éreztem én azt, hogy olyan kerek lett a családunk. Nagyon jó volt már a 2 fiúval is, de hogy még jobb, hogy már 5-en vagyunk, és hogy ő is, Anna is a mi család életünkbe lépett. Nagy örömmel hozzuk a gyerekeket ide évről évre. Hálát adunk értük, hogy tényleg a családunk részesei lehettek, és ők is szívesen jönnek minden alkalommal. Laciéknál az oviban minden évben ilyenkor van a Márton napi felvonulás, úgyhogy Laci, és most már idén a Feri is kislámpással érkezett, amivel este, amikor átmegyünk a templomban, Hozzad. Akkor Laci meg a Feri világítanak az úton innen a lelki gyakorlatos háztól odáig, és ez nekem nem csak annyit jelent, hogy nem botlok meg a lépcsőn, hanem annyit is jelent, hogy ezek a gyerekek világosság. Nem csak a mi életünkben, hanem mások életében is, akik ugyanezt az utat járják, amit mi. Nagyon fontos feladatunk megvalósítani annak a Rimini találkozónak a mottóját. Szerezd meg, amit atyáitól örököltél, tiéd legyen. A hit az nem egy tárgyi emlék, nem valami, amit berakunk a tezorba és megőrizzük, hanem legalább olyan, mint a tűz, amit ha nem táplálunk, elhamvad. A hit az egy személy, Jézus Krisztus. A személyes kapcsolat vagy ápoljuk, vagy nem. Ha nem ápoljuk, akkor nem tudjuk tovább örökíteni. Tehát a hitet tovább adni jelenti, megújulunk a mi személyes hitünkben. Én ehhez kívánok minden keresztény embernek sok-sok
kegyelmet és odafigyelést. Kedves nézőink, adásunk ezzel véget ért. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!